Közel 2 héttel azután, hogy átadták Debrecentől déli irányba haladó M35-ös első temét és az autópályát összekötő 481-es főutat, leteszteltük, milyen a forgalom az M35-ös új szakaszán. Kényelmesen és csöndesen tudtunk haladni az autópályán, viszont a reggeli csúcsban jelentősebb forgalomra is lehet számítani. Ahogy a 481-es főútra értünk, dolgoztak a munkaképek a leállósában, az áthaladó forgalmat pedig a munkások irányították. Az új útszakasz munkálataival kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra ZRT-t, akik a következő információkat közölték. Az M35-ös autópályán a vállalkozó az esőzés okozta károkat állítja helyre, ezért kerül sor a forgalom korlátozásra. Amennyiben az időjárás engedi, a munkák a héten befejeződnek. Rossz idő esetén a munkák legkésőbb tavasszal folytatódnak. Az autópályára a Hajdúszoboszlóra vezető főútvonalról felhajtva tábla jelzi, hogy fizető szakaszra érkeztünk, de 2017. december 31-ig még nem kell pályamatricát vásárolnunk. Az útvonalunk megtervezéséhez a Google térképes alkalmazását használtuk, sikertelenül, ugyanis a térkép folyamatosan azt jelezte, hogy egy pusztában haladunk. Egy másik térképet, a Waze ingyenes alkalmazását is leteszteltük, az felismerte, hogy az M35-ös autópályán haladunk a 481-es főút felé. Mindössze 8 percbe kellett eljutni az M35-ös autópálya felhajtójáról a 481-es főút végéig. Az autós és kamionos forgalom az utóbbi szakaszon is csekély volt.